Megérkezett a pénz. 300 millió forintból 950 méter kerékpárút épülnek Zanat felé. Díjmentes várakozás, ingyenesen parkolhatnak a zöldrendszámos autók a zöld és sárga övezetben. Tél a földeken, az enyhe idő kedvez a kártevőknek, jól jönne a fagy, szépen mutatkozik a repce. Jó estét kívánok, ez a Szombathelyi Televízió híradója. Megérkezett a Zanati kerékpárút építéséhez megígért 300 millió forint az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól az önkormányzat számlájára. Az engedélyes tervek már megvannak, folyik a kisajátítási eljárás. A kivitelezésre 10 hónap áll majd rendelkezésre. Tavaly júliusban jelentette be Hende Csaba országgyűlési képviselő, hogy 1,2 milliárd forint fejlesztési forrás érkezik a városba. Ebből jut pénz a Zanati kerékpárút építésére. A beruházás története 2008-ig nyúlik vissza. Akkor köttetett az első szerződés a sportáruházat és a gyorséttermet építő vállalkozóval, hogy a belterület bevonásért cserébe megvalósítja a kerékpárutat. Azóta összesen 8 szerződés módosítás történt, vizsgálóbizottság alakult, és jelenleg is folyik egy bírósági per. A városvezetés 2019-ben úgy döntött, mindenképp megépíti a Zanati bicikliutat. Teljes mászélessége emellett a kerékpárút mellett kiálltam. A műszaki tartalom csökkentésébe se egyeztem bele, amikor a saját frakciótársaim esetleg ezt elővezették, hogy olcsóba jöjjön ki a kerékpárút. Én ragaszkodtam ahhoz, hogy a 2008-as műszaki tartalommal épüljön meg, ami azt jelenti, hogy egy gyalog és kerékpárút épüljön meg, közvilágítással és a vasúti átjárás is legyen benne ebbe a projektbe. 950 méter kerékpárút épülhet meg a sportáruház mögötti bekötő úttól az Áfonya utcáig, a Zanatról kivezető út jobb oldalán. Egy nagy fenyőfát ki kell majd vágni, mert a gyökérzete a nyomvonalba esik. A zanatiak örülnek, hogy végre jó hírt kaptak, régóta vártak már erre. Nagyon régóta várunk erre, és fantasztikusan jó hír, mert szeretünk bicajozni, rengetegen gyerekek, felnőttek, nyugdíjasok. Nagyon-nagyon örülünk neki. Az engedélyes tervek már megvannak, tart a kisajátítás, ami 55 tulajdonost érint, igazságügyi szakértő végzi az értékbecslést. Közben elindulhat a közbeszerzési eljárás, és ha minden jól megy, 10 hónap alatt elkészül a kerékpárút. A tervek szerint a jövőben a bekötő úttól a körforgalomig tartó szakasz is megépülne. Idén már ingyenesen parkolhatnak a zöldrendszámos gépkocsik Szombathelyen is, de kizárólag a 2-es és a 3-as díjzónában. A kiemelt övezetben nekik is fizetniük kell, erről még a decemberi közgyűlés döntött. Ezzel együtt megszűnt az elektromos autókra vonatkozó 50%-os bérletvásárlási lehetőség. Hatalmas volt a káosz Szombathely belvárosában abban az időszakban, amikor a járványhelyzet miatt központilag ingyenessé tették országszerte a parkolást. Akár fél órát is kellett körözni egy szabad helyért. Valamelyest javult a helyzet, mikor újra díjköteles lett a várakozás. A Vasi megyeszékhelyen is rengeteg az autó, ezért a városvezetés egy másoktól eltérő hibrid kedvezmény bevezetése mellett döntött. Januártól a sárga és a zöld zónában ingyenesen parkolhatnak a zöldrendszámos gépkocsik. Magyarországon minden megyeszékhelyen gyakorlatilag ingyen parkolnak a zöldrendszámos autók, ezzel is támogatva a klímasemleges közlekedést. Egyedül Szombathely volt, ahol nem, és azt gondoltuk, hogy lépnünk kell ebben az ügyben. Mi is szeretnénk támogatni az elektromos járműveket. Ez volt az egyik elv. A másik elv viszont az, hogy a belvárosnak a leterheltségét, a zsúfoltságát nem szeretnénk tovább növelni, úgyhogy gyakorlatilag ezzel a megoldással sikerült így a két elvet összefésülnünk. A piros övezetbe tartozó belvárosi parkolókban fizetniük kell a zöldrendszámos autóknak is a várakozásért, kivéve ha a gépjárművet éppen töltik, annak időtartamára ugyanis nem kell fizetni. A március 15-e téren a 3-as övezetben viszont már ingyenes a parkolás. Csak a gumik surlódását lehet hallani, tehát se zaj, se más káros anyag kibocsátás nincs a tisztán elektromos autók esetében. Nagy Árpád több éve rajongója a környezettudatos technológiának. 3 éve használja ezt a gépkocsit, havonta több ezer kilométert hajtja. Döntését gazdasági szempontok is vezérelték. Az ingyenes parkolás lehetőségét már várták.
szerintem az egész zöld társadalom nevében beszélek Szombathelyen. Mi nagyon vártuk ezt a döntést az önkormányzattól. Magyarországnak 90%-ában ingyenes volt a parkolás a környezettudatos autósok felé. Voltak hírek, hogy valamikor ez Szombathelyen is érvényben, örülünk neki, hogy a 2-3 zónában most már ingyen parkolunk mi is. Térkép mutatja a szombathelyi díjzónákat. Az egyes övezetben 400 forint egy óra, a kettesben és a hármasban mostantól nem kell fizetniük a hibrid és a tisztán elektromos, azaz a zöld rendszámos gépkocsik tulajdonosainak. Eddig a fél éves vagy éves bérletet 50%-os kedvezménnyel válthatták, ez most megszűnt. Hetente 3 oltási akciónap lesz januárban. Az évvégi összejövetelek is magyarázzák a koronavírus örökítő anyagának növekedését a szennyvízben. 121 fenyőfa gyűjtőt helyeztek ki városszerte, rövid hírekkel folytatjuk. Elérte a 6.270.000-et a beoltottak száma Magyarországon, közülük 3.192.000-en már a megerősítő harmadik oltást is felvették. Az eddigi oltási akciók sikerére, valamint az új Omikron vírus variáns megjelenésére tekintettel januárban minden csütörtökön, pénteken és szombaton oltási akciónapok lesznek. A kórházi oltópontokon és a járási székhelyek szakrendelőiben csütörtökön és pénteken 14-től 18 órán szombaton 10-től este 6-ig lehet oltakozni előzetes időpontfoglalás nélkül helyszíni regisztrációval. A kórházi és a járási oltóhelyeken Pfizer, Moderna, Janssen és Sinopharm, a házi orvosoknál Pfizer, Janssen és Sinopharm vakcinákat lehet kérni. Szombathelyen a Markusovszky kórház oltópontján a volt tüdőgondozóban várják az oltakozókat. Az oltási munkacsoport a házi orvosokat is felkérte arra, hogy a rendelési időben végzett vakcinázáson túl ők is tartsanak oltási akciónapokat. Ezek részletei a szombathely.hu oldalon olvashatók. Szombathelyen emelkedett a szennyvízben a koronavírus örökítő anyaga, a Vasi megyeszékhelyen tapasztalt tendenciát mégis stagnálónak minősítette a népegészségügyi központ. Az előző hetek csökkenő, majd stagnáló eredményei után most ismét enyhe növekedés tapasztalható országosan a szennyvíz mintákban, ami az évvégi közösségi programokkal is magyarázható. Az új fertőzések több mint 11%-áért az Omikron mutáció a felelős. Országosan az elmúlt napon 5270 új fertőzöttet igazoltak, és elhunyt 82 beteg. Vas megyében 120 új fertőzöttet találtak. 121 fenyőfa gyűjtő várja a kidobott karácsonyfákat. A Szomhul Kft. És a Szova Zrt. Gondoskodik idén is a leszedett fák elszállításáról. A gyűjtőket a város tömbházas övezeteibe helyezték ki, amelyeket január végéig legalább hetente egyszer ürítenek. A családi házas területeken nem lesznek ilyen kijelölt pontok. A tulajdonosok az egyes körzetekhez rendelt gyűjtőnapokon tehetik ki a lebontott fenyőiket. Ezek elszállítása két alkalommal, januárban és februárban történik. Az övezetek és a dátumok listája a www.szomhul.hu weboldalon olvasható. A szolgáltató azt kéri, hogy a fákat csak a szállítás napján reggel 7 óráig helyezzék ki az utcára úgy, hogy azok ne akadályozzák a forgalmat és a parkolást. Az elmúlt napok tavasziasan meleg időjárása nem kedvezett a gazdálkodóknak. A kártevők és a kórokozók ilyenkor nem pusztulnak el, ehhez téli fagyra lenne szükség. Örültek viszont annak, hogy végre esett az eső. Az időjósok szerint a mai hidegfronttal ismét visszatér a tél. Szóval itt láthatjuk a viszonylag szépen fejlett repcét, mert ezért ez egy 6-8 leveles repce. Nagyjából 90 hektáron vetettek repcét idén Károlyi Beatrixék. Ez a terület Tannakajd és Vép között terül el, erős rajta a repce. A téli csapadéknak nagyon örültek a gazdálkodók. Felső 50 cm-es talajréteg már átnedvesedett, az 50-100 centi között azért még viszonylag kevés a csapadék, úgyhogy nem is tudom, egy olyan, hát 50%-kal szerintem kevesebb, mint mondjuk tavaly ilyenkor. A kártevőknek és a kórokozóknak azonban kedvez az elmúlt napokhoz hasonló enyhe idő. Legjobban a repce szárormányos bogártól tartanak a gazdák. Elég egy néhány napos melegebb időszak,
akár január végén, akár február elején, amikor ezek a kártevők előjönnek, betelepülnek a táblára, és onnantól hiába van utána még egyszer egy hideg időszak, ők ott maradnak, táplálkoznak, kopulálnak, illetve a tojásrakás is sokkal hamarabb kezdődik, mint egyébként azt várnánk, vagy azt a tankönyvekben megtanultuk. Szerdán szinte egész nap esett az eső. Ez egy időjárási ciklonnak köszönhető, ahogy az ismét nagyot változó időjárás is. Pont elérte a nyugati észak-nyugati részt ez a hidegfront, tehát a sötét zöldek meg a sárgába hajló radarképek azok már intenzívebb csapadék. Egyes modellek szerint akár 15 mm-nyi csapadék is eshet a következő két hétben. A hidegfront lehűlést hozott, napról napra csökken a hőmérséklet, hétvégére már fagypont körül alakulnak az értékek. A jövő héten is ingadozik, nem lesz már ilyen meleg semmiképpen, de 5 fokot elérhető hőmérséklet napközben, majd visszahűl. Tehát északi szél is többször lesz, de az sem mindegy, honnan fúj az északi szél, mert ha észak-nyugati, kicsit enyhíti. Ha észak-keleti, ugye az Oroszalföld felől, akkor hidegít. És hát ezek váltakoznak majd a következő 1-2 hétben, azt lehet látni a modellekben. A környékbeli hegyekben előfordulhat havazás is. A fagy az elmúlt években tavasszal érkezett meg, ez idén is így lehet. Egy rendkívül sikeres 2021-es esztendőt követően már az újabb feladatokra koncentrál a Haladás VSE futszál csapata, amely január első hetében megkezdte rövid felkészülését az NB1-es alapszakasz hátralévő 4 mérkőzésére, valamint a közelgő Magyar Kupa fordulóra. Egyik legsikeresebb évét zárta 2021-ben a Haladás VSE futszál szakosztálya. Nagy szorgalommal, alázattal és kemény munkával történelmének első magyar bajnoki aranyérmét szerezte meg a klub, amit a Bajnokok Ligájában nyújtott teljesítményével tovább ékesített. A Vasi együttes a B-jelű ágról egyedüliként kvalifikálta magát az elitkörben, ahol a 8 legjobb csapatként fejezte be a küzdelmeket. Szerintem az nagyon jó, amit csináltunk tavaly. Nyertünk a bajnokság, ezt nagyon jól szerepeltünk a BL-ben, de mindenki tudja, hogy most megint kell akarunk nyerni a bajnokság, és ezt tudunk, hogy az nagyon nehéz lesz, mert van nagyon jó ellenfelek, és nagyon jó kell játszani, ha ezt akarunk. A nemzetközi porondot követően ismét a honi pontvadászatra fókuszálhat a csapat, hiszen kezdődik az alapszakasz hajrája. A tabella élén 7 pontos előnnyel áll a Haladás, a játékosok pedig néhány napos pihenőt követően ismét munkába álltak. Elég kis pihenőnk volt itt a tél folyamán, de úgy gondolom, hogy mindenki ki tudta magát maximálisan pihenni, és készek vagyunk az új feladatok elérésére is. A jó hangulatú tréningen a könnyed gyakorlatok mellett állóképességfejlesztés, labdás játékok és videós elemzés is szerepelt. A játékosokra eseménydús időszak vár. Januárban véget ér az NB1 alapszakasza, és a Vasi Zöldfehér Klub becsatlakozik a Magyar Kupa küzdelmeibe is. Az első komolyabb próbatétel a másodosztályú Miskolc elleni összecsapás lesz. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten az stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!